ez a tábor. A horoszkópom szerint nem leszek többé népszerű. El fogom veszíteni a követőimet. Tennem kell valamit. Ne butáskodj, Lady, ne vedd ennyire komolyan a horoszkópot. Jó reggelt, ifjú tehetségek! Készen álltok a foglalkozásokra? Nincs telefon és nincs bulizás. Szabályellenes. Ez az! Tartok egy elképesztő bulit, és újra népszerű leszek. Este buli! Igen, buli! Imádni fognak a táborban. Hello, Daisy! Hari, Daisy! Hali? Igen, már hallottatok Lady buliáról. Te is jössz a buliba? Hogy a buliba? Én nem. Valami fontosabb dolgom van. Én ma el akarom hívni Daisy-t fagyizni. Mondjuk mehetnénk hárman, aztán te kitalálhatnál valami ürügyet, és leléphetnél. Hát, én inkább a buliba megyek. De... Hali, Daisy, nem akarsz egyet fagyizni velem? Daisy, ma este muszáj énekelned a bulimban. De... ki akar abba az uncsi buliba menni, ha inkább... Uncsi? Az én bulim? Ne aggódj, Lady, számíthatsz rám. Gyere, mondjuk el mindenkinek, és ti ketten nem vagytok meghívva. Ne! Én nem úgy értettem, hogy... Én menni akartam. Buli, ha? Micsoda lehetőség! Gondoskodom róla, hogy borzalmas legyen! A sötétség győzni fog! Ideje ágyba bújni! Ne feledjétek, nincs bulizás! Szabályellenes! Itt fogok ücsörögni, és figyelek! Ne csináld másság! Talán, ha bocsánatot kérsz, beengednek minket! Ti meg mit kerestek itt? Mégsem uncsi a buli. Shaq szeretne mondani valamit. Shaq? Igen, ez egy elég uncsi buli, de Daisy itt van, uncsi? És... Szerintem csak féltékeny vagy, mert szuper. Bocsánatot akart kérni. Hát, amíg tényleg meg nem teszi, Shaq nem jöhet be ide. Féltékeny? Majd csinálunk saját bulit, ami sokkal jobb lesz, mint a tiéd, és... Majd meglátjuk. Mi baj a Shaqnak? Nem fontos. Indulhat a buli? Igen! Fényképező, ide adod? Persze. A trükkös készletem is itt van. Daisy, egy képet? Úgy tűnik a fiúknál szuper a hangulat. Nem akarjuk megnézni? Nem, kizárt. Az enyémnél jobb buli sehol sem lehet. Connie, adj rá hangerőt! Kezdődjön a mulatság! Hopci! Csodásan néznek ki! Nem tudom, hogy csokisat vagy ebreset vegyek. Ilyet! Egy kicsit fel kell pörgetni ezt a bulit. Mosolj! Mosolyog! Táncoljunk, bulizzunk, énekeljünk, ne lazsáljatok! Dreamy, mit csináltál? Nem én voltam, biztosan Krisztál tréfált meg. Én? Nyugalom, nem akkora ügy, lányok. Olyan jól szórakoztunk, amíg te tönkre nem tetted. De nem én voltam. Na persze. Nem már, lányok, tönkre teszitek a bulit. Azt akarod mondani, hogy hazudok? Lehet. Átmegyek a másik buliba. Krisztál, ne! Imádom. Majd meglátod. Nem sokára itt lesznek. Csináljunk diszkófényeket zseblámpával. Csinálj valamit! Oké, nyugi! Most már átmehetünk a lányokhoz. Várj, egy fény közeledik! Lehet, hogy Daisy az? Gyere! Hát itt vagy! Gyere vissza, ne duzzogj! Krisztál csak fel akarta dobni a hangulatot. Nézd!
Ha? Valaki beletett egy muffint a trombitámba, vagyis nem Krisztál volt. Megyek, megkeresem. Krisztál, sajnálom. Tudtam, hogy nem te voltál. Valaki beletett egy muffint a trombitámba. Valaki? Szóljunk a többieknek. Hogy mi? Ha? Gyenge vagyok. Valami nem stimmel. Ah, megvan. Felébresztem Miss Collectet, és mindenkit hazaküld a buli miatt. Hé, te! Akárki is vagy, a szórakozásunkat elronthatod, de a barátságunkat sosem fogod. Történhet a világon bármi. Mi akkor is együtt leszünk. Ez a fény! Ne! Még visszajövök! Ez tulajdonképpen mi volt? És ki volt ez a csaj? Úgy tűnik, amikor összefogtunk, a barátságunk ereje aktiválta a nyaklánc erejét. Mi az? Én nem aludtam el! Kicsit se szundítottam! Mit kerestek itt? Mi csak hoztunk egy párnát, hogy kényelmesebben üljön. Hát jól van. Nézzenek oda! Úgy tűnik, mégiscsak jól szórakozol. Jól van, elismerem. Szuper ez a buli! Hé, nézd! Hatalmasat szólt a bulim. 100%-os a népszerűségem. Szóval, Sák, mondd, mikor is megyünk fagyizni? Diák. Első rész. Hallottátok? Ne parázzatok! Jó, emberek! Ne aggódjatok, kedveseim, csak egy halloweeni tréfa volt. Miss Collect, hát persze! Hamarosan kezdődik a halloweeni dekoráció készítés. Ez annyira buli, menjünk, lányok! Minden pár egy Halloween jelmezt fog készíteni WC-papírból. Használjátok a fantáziátokat, de semmi rosszalkodás. Mit mondtam az előbb? Egyértelmű, hogy múmiát készítünk. Múmiát? Egy tekercs WC-papírból? Ez annyira elcsépelt, vagy nem? Legyünk sokkal eredetibbek. Egy hószörny mondjuk, ami sokkal rémisztőbb. Jobban tetszik az egyiptomi múmia. Sokkal egzotikusabb és elég ijesztő. Hószörny! Múmia! Hószörny! Múmia! Hószörny! Kik vitatkoznak? Az én ötletem jobb. De csak szerinted. Nos hát, ez a veszekedés eszembe juttat egy történetet, ami sok-sok évvel ezelőtt esett meg a táborban. Ez a történet egy szellemdiákról szól. Lenyűgöző dekorációkat alkotott. Semmi mást nem akart, csak a legjobb lenni. Tök faragásban verhetetlen volt, túl tökéletes. Lufival és egy darab papírral igazi csodákat alkotott. És tudta. Felsőbbrendűnek érezte magát, és gúnyolta a többieket. Nem voltak barátai, de nem érdekelte, mert ő volt a legjobb. Elérkezett a kézműves verseny napja. Úgy érezte, simán nyer a pókhálós dizájnnal, de olyan szörnyűség történt, amire nem számított. A hátizsákja az összes kellékkel szőrén szálán eltűnt. Kétségbe esetten próbált kölcsönkérni a többiektől. Kaphatok valakitől egy darab papírt? Kaphatok egy ollót? De senkitől nem kapott semmit, mert addig csak kigúnyolta a többieket. Soha nem szerzett barátokat, teljességgel egyedül hagyták őt. Azóta minden évben Halloween éjjelén visszatér a táborba a túlvilágról, hogy segítséget kérjen és befejezze hatalmas pókhálóját. Bocsánat, Miss Collect, de miért akar megijeszteni minket? Szellemdiák! Szerintem ez egyáltalán nem ijesztő. Nem, egyáltalán nem ijesztő.
Megijesztettél? Csak ártatlan tréfa volt. Nos, kicsengettek. Viszlát a következő órán. Szóval ezt játsszuk. Szellemdiák? Van egy zseniális ötletem. Kipukkadtak, és én halálra rémültem. Lányok, hát nem látjátok? Ezek a történések tökéletesen passzolnak Miss Collect sztoriába. Valóban, a szellemdiák csinált lufikat és faragott tököt. Pont ilyeneket. És azok az anyagok, amik eltűntek, ezek segítségével befejezheti a hatalmas hálóját. Ez kezd rémisztő lenni. Ne féljetek, szellemek nem léteznek. Fogadok, hogy csak Miss Collect próbál megtréfálni. Gondolod? Igen, és be is bizonyítom. Miss Collect, tudjuk, milyen gonoszságot eszelt ki. Gonoszságot? Az 5000 darabos porcelángyűjteményem szelektálása és dobozolása este 6-ig nem értem, miért lenne az. Borzasztóan nehéz, és nem örülök, hogy feltartotok. Ránk akart ijeszteni a diák szellemes sztorival, meg a tréfákkal. Mintha semmi más dolgom nem lenne. Nagyon elfoglalt vagyok. Bizonyítsa be, hol volt ma délelőtt 10 és 12 között? Reggel 8 óta folyamatosan ugráltat engem. Hallottátok volna, ahogy üvöltött, amikor majdnem eldobtam? Óvatosan! Nos, lányok, ugye végeztünk? Gyerünk, Narvi, igyekezz! Akkor ki tréfálkozik? Befejeznéd végre? Úgy vacog a fogad, hogy nem tudok aludni. Mi bajod van, Ella? Félek! Mi van, ha felbukkan a szellemdiák? Csak én vagyok. Nem tudok aludni. Ella sem. Halálra van rémülve. It's getting dark, the night has just arrived. It's full of shadows, see them in the way. We hear some noises laughing at us. Ghosts, are you good? Something scary when we're looking at them. Why are you here? We're not going anywhere. Jöjjön a szellemdiák! Előbb a fogad, most meg ez a hang. Így lehetetlenség aludni. Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! A szellem az ágyam alatt van! A szellem! Szellem? Ez tuti csak valamilyen trükk. Connie-nak igaza van. Mi az az árnyék? A szellemdiák! Remegett az ágy! Tárgyak repültek! Pokháló! Majdnem becsokiztam! Várjatok! Valaki hiányzik! Hol van Ella? Folytatjuk! Szellemdiák. Második rész. Ella! Ella! Ezek a lányok! Segítség! A szellemdiák! Miss Collectnek igaza volt. A szellemdiák visszajött, hogy elkapjon minket. Nem tudom. Nekem ez annyira furcsa. Hallottátok? A
A horrorfilmekben a szellem mindig elkapja a főszereplőket, és az erdőbe viszi őket. Ez igaz. Lehetséges, hogy a szellemdiák az erdőbe vitte Ellát. Jól van, megmondom, mi lesz. Páran az erdőbe megyünk, a többiek a szobákhoz. Nem lenne jobb, ha együtt maradnánk? A horrorfilmekben mindig akkor történik valami, amikor a szereplők szétválnak. Nem, tévedés! Ez egy remek ötlet! Hatékonyabb, ha szétválunk. Amúgy meg, szellemek nem léteznek. Bebizonyítom. Daisy, gyere velem! Nem. Én vissza nem megyek abba a szobába. Hey, Lady, te velem jössz. Irány az erdő, lányok! Meg kell találnunk Ellát. Igen, de tudod mi? Nagyon félünk. Nyugi! Erre megvan az orvosság. Igazad volt, Daisy. A zene sokat segít. Tudom, a zenémnek gyógyhatása van. Mi a baj? Jól vagy? Vacog a fogom, ha ideges vagyok. Ez furcsa. Úgy tűnik, senki sincs itt. Ellát nem hozták az erdőbe. Segítség! Valaki kapcsolja fel a villanyt! Ella! Ella! Ide bent vagy? Lányok! Itt vagyok! A szellemdiák ki akar törni itt a szekrényből! Itt vagyok! Egy pillanat! Ha ez egy szellem, akkor miért nem megy keresztül az ajtón? Ella? Lányok! Megtaláltunk! Három megvan. Lássuk a többieket. Csokit vagy csalog? Lányok, mi volt ez? Valaki csókát emlegetett. Csokit vagy csalog? Mi? Mi van a csappal? Milyen csap? Ennek semmi értelme. Csokit vagy csalog? Itt van a szellemdiák! Nem is létezik szellemdiák. Shadow volt. Bezárt minket. Mit akarhat? De legalább együtt vagyunk. Igen, igen. Összenyomsz. Ó, sajnálom. Lányok, szólnunk kell a többieknek, hogy segítsenek. Kiabáljatok jó hangosan. Segítség! Itt vagyunk! Lányok, ne feledjétek, nem válhatunk szét. Világos, ne aggódj! Connie, itt vagyok fent a fa tetején. Ahó! Lányok? Hová tűnt Connie? Ma túlságosan nagy a csend. Biztosan valami halloweeni csínytevésre készülnek a kis komiszok. Ahó, lányok! Itt vagyunk! Segítség! Ennek semmi értelme. Nem hallanak minket. Ó, wow, milyen cuki ez a ruha! Ez komoly, Lady. Most? Mi az? Próbálom lefoglalni magam. Itt egy újabb kis csaj! Connie! Várjatok, mi most a szekrényben vagyunk? Igen, és nagyon sok cuki ruci van itt. Lady, most komolyan, ez a legfontosabb. Lányok, maradjunk együtt, kezd sötétedni! Hallottátok ezt? Igen, abból az irányból jön. A barátaink azok, keressük meg őket. It's Shadow again, don't mess it while we're friends, cause there's no way to beat us, we're all you're afraid of. Now we're gonna cut your friends, we're not gonna hide. You will see your friends are stronger than you are. Ghost Shades of the way come to you. Na-na-na-na, the sickle's gonna lose. Shadow, you're breaking the rules.
A barátság ereje! Ne! Sajnálom, Daisy. Ha nem vitatkoztunk volna, hogy milyen szörnyet csináljunk, ez az egész meg se történik. Én is sajnálom. Egyik ötlet se volt jobb, mint a másik, csak más volt. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy végre megünnepelhetjük a Halloween-t. Én tudtam, hogy minden oké lesz. Persze, persze, ha te mondod. Bocsánat, ki is mondta, hogy nem létezik a diák szellem? Azt akarod mondani, te sose hittél benne? Nem. Biztos? Te szaladtál a legmesszebb, Lala. Jut eszembe, Daisy. Kölcsönkérhetem az egyik ruhádat. Rengeteg cuccod van. Hát persze, válasz nyugodtan. Én a diák szellem vagyok. Adjátok át a Halloween díszeket, vagy átviszlek a túlvilágra. Imádom a Halloween-t. Hallottuk Miss Collectet a hangos bemondón. Biztos a porcelán állatfiguráit törölgeti. Gyerekek, figyelmet kérek! Vajon meghallott minket? A diák elnökünk Hawaii-ra ment, szörf suliba. Szükségem van az utódjára. Szörf suliba ment? Na persze. Az új diák elnök, azon túl, hogy büszke lehet arra, hogy a helyettesem, kap ebédjegyet, Inden smoothie-t, és kiválaszthatja, milyen zene szóljon a táborban. Hűha! Ingyen kaja és smoothie! Akit érdekel, az irodámban leadhatja a jelentkezését. Diákelnöknek lenni a legjobb. Tudsz tenni a közösségért. Én biztosan elindulok. Én is! Én is! De lányok, minek? Egyértelmű, hogy én nyerek. Nem te fogsz. Rám fognak szavazni, mert én vagyok a legjobb probléma megoldó. Biztos nem, mert rám fognak szavazni. Na, azt majd meglátjuk. Micsoda káosz! Ez egy jó kis gyűlölködő kampány lesz! Nagyszerű! Három jelöltünk is van! Kezdődjék hát a kampány! Let us find a president who makes everything right. Let's be the change that we wanna see. Oh, for la la. Cause she's super funny. Oh, for Phoebe. She's real awesome cool. Oh, for Jenna. There won't be time for worries. Come on now, it is your time to choose the one you want. To finally get the chance you're looking for. If you vote for me, I'm gonna teach you Joker. As Oran. If you vote for me, I'm gonna teach you magic. Minden Oran. If you vote for me, I'm gonna tell a lot of stories. A könyvtárban. I am having new ideas day after day. Cause we in this campus wanna make a change. Elveszett a kedvenc porcelán figurám. A kis cicámra emlékeztetett, és pont a kampány közepén. Ó, mennyire imádtam, amikor hozta a papucsomat. Annyira jó kislány volt, az ágyam alatt aludt, és a maradékot ette. Szerintetek a korábbi elnökről beszél? Az ágya alatt aludt, oda vitte a papucsát. Én ilyet biztos nem csinálok. Talán mégse volt olyan jó ötlet jelöltetni magunkat. Arra gondoltok, amire én is? Miss Collect, nem kívánunk többé jelöltek lenni. Visszalépünk. Köszönjük. Ne siessünk. Aki jelölteti magát, nem léphet vissza. De... Elég ebből a butaságból. Még a végén felbosszantotok, és hidd el, nem akarjátok, hogy mérges legyek. Nem, persze, hogy nem. Én is így gondoltam. Apropó, ne feledjétek, hogy holnap van a vitanap. Mindhármatoktól várok egy-egy borítékot benne az ajánlatotokkal. Nem lennénk ilyen slamasztikában, ha nem találod ki, hogy indulsz az elnökségért. Fé!
Phoebe ötlete volt. Nem, a tiéd. Szép volt, lányok. Veszekedjetek csak. Így sikerül végre véghez vinnem gonosz tervemet. Hamarosan megutáljátok egymást, és kipenderítenek a táborból. Az én ajánlatom, hogy duplázzuk meg az órákat. Kötelező egyenruha mindenkinek. Nincs viccelődés. Ezzel biztosan veszítek. Azt csak hiszitek, lányok. De átírom kicsit az ajánlatokat. Milyen gonosz vagyok. Ó, hát itt vagy! Azt hittem elvesztél! Szia, kis cicám! Kezdődjék a vitanap! Jenna a legjobb jelölt, remek ötletei vannak! Oh, kérlek, mindenki tudja, hogy Lala a legviccesebb! Nem, nem! Phoebe-re számíthatunk a bajban! Nem tudom, mi ütött belétek, lányok! És most felolvasom mindhárom jelölt ajánlatát. Phoebe azt szeretné, hogy legyen az alvás a tábor hivatalos sportja. Ez hihetetlen. De ezt nem én írtam. Jenna azt szeretné, ha bezárnánk a könyvtárat, és egy ehető vattacukorfalú klubot nyitnánk. Mi a fene folyik itt? Hogy mi? Ez mind a te hibád. Lala pedig minden diáknak adna egy telefont. De a telefon nem engedélyezett. Átírták az ajánlatom. Nekem mind három tetszik. Én vagyok a legjobb. Mindent összekavartam. Ha szerencsém van, mindhárman nyernek. Alig várom, hogy lássam az eredményt. Ez az utolsó szavazat, és vége. Számoljuk össze. A tábor új diákelnöke. Egy pillanat. Három győztes van! Három győztes van? Nem! És a győztes... Shadow! Shadow? Lányok, már megint ez a Shadow csaj volt! Sose kellett volna egymás ellen indulnunk. Most mindennél erősebbnek kell lennünk, hogy legyőzzük őt. Mutassuk meg neki, lányok! A barátság ereje! Elegem van belőletek! Igen! Mi vagyunk a legjobbak, best friends forever! Oh, ezt meg kell tervezni. Legjobb lesz, ha váltjátok egymást az elnöki székben. Sajnáljuk, Miss Collect, de nem akarunk diákelnökök lenni. Nem. És az sem érdekel, ha megkaragszik. Nem akarjuk a maradékát enni és a papucsát hurcibálni. A papucsomat hurcibálni? Nem is tudtam, hogy ma van a mókázás világnapja. Senki sem szólt. Hallottuk, amikor mondta. Ha? Most már értem. Nem a diákelnökről beszéltem, hanem az én kis cicámról, akire az unokahúgom vigyáz. Ah, oké. Okay. Ebben az esetben szívesen váltjuk egymást az elnöki poszton, igaz? Azelőtt még sosem volt három diákelnök. Pláne nem három barát. Hol a telefonom? Hol vannak a hintaágyak? Mikor nyit az új klub? Jesszusom, fussunk! Hé, hová mentek? Miss Collect! Segítsen! Egyedül kell megoldanotok, én most felhívom a drága cicuskámat! Segítség! Újra együtt a táborban. Tutti frutti! Lady, ébredj, megérkeztünk a táborba. Micsoda rémálom. Olyan valóságosnak tűnt. Megérkeztünk! Hát ez annyira csodálatos! Tudod, Connie, szerintem itt rengeteg kalandban lesz részünk. Menjünk! Bocsánat! Semmi gond. Láttad ezeket? Nevetséges, még csak nem is köszöntek egymásnak. Nem tudom, talán... Szia, Narvi! Szia, Ella! Szia!
Én is megyek. Nem ismernek meg minket? Lehet, hogy kicsit megváltoztunk. Hű, a kávézó nagyon jól néz ki. És nézd, minden étel teljesen bió. Vajon lesz főző tanfolyam? Végre kibővíthetem a szakácskönyvemet? Szia, Dreamy! Szia, Krisztál! Nem emlékeztek ránk? Bébikorunkban együtt játszottunk. Bébit mondtál? Nos, gyenge próbálkozás, hogy barátokat szerez. Engem nem érdekelnek a bébi dolgok. Ó, miért nem lehetünk ugyanúgy barátok, mint régen? Ne foglalkozz velük! Mi örökké barátok leszünk! Nem adok több interjút! Nem jöttem a táborba! Oh, wow! Minden rendben. Daisy vagyok. Igen, nagyon örülök. Shaq vagyok. Nos, majd találkozunk az órán. Igen, persze, viszlát az órán. Azt hiszem, mennem kell. Szia! Az órán találkozunk? Ó, Shaq! Hallottok engem? Igen, azt hiszem, igen. És te hozott a táboromban, úgy értem a tehetségek táborában, ahol különleges foglalkozásainkon teszteljük a tehetségeteket, és az én végtelen türelmemet. Nagyon fontos, hogy van pár áthághatatlan szabály. Nincs futkározás a termekben, és tilos a telefon. Miért vannak szabályok? És most akkor lássuk a szobabeosztást. Remélem, hármas szoba, Jenna, Dreamy és Phoebe. Kettes számú szoba. Ella, Daisy, Stella és Krisztál. Oké. Egyes szoba. Lady, Lala és Connie. Igen! Csúcs szuper, és Lalával akkora buli lesz. Én választok ágyat először. Nem, én fogok. Mutassak egy trükköt. Már is imádom, annyira csodálatos. És Fincsi illata van. Kőpapírolló, hogy kiválasszon ágyat. Kő, papír, olló! Igen, nyertem! A felső ágyat választom. Én tudok egy kártyatrükköt. Kész! Hű, gyorsan kipakoltál. Te is egészen jól állsz. Végre Lala is itt van. Mondd csak, erre a kártyára gondoltál? Nem. Kérsz mogyorót? Akkor bizonyára erre gondoltál? Hát, valójában nem mondtad, hogy gondoljunk egy kártyalapra. Olyan vicces vagy, mint régen. Fontos! Ha nem szeretnétek azonnali hatállyal hazamenni, sose hagyjátok el a tábort. És most jöjjön egy izgi bejelentés. Délután remek játékokkal várlak benneteket. A győztesek különleges díjat kapnak. Meg kell nyernünk, meg kell kapnunk a díjat! Ne! Szétválasztottak minket! Ez borzalmas! Nyugalom! Ez csak a ma estére szól, és legalább jobban megismerjük a többieket. Aztán jól kibeszéljük őket. Gondolkodj pozitívan! Jól van. Mint mondtam, az első csapat, aki a három színes zászlóval megérkezik a szökőkúthoz, az nyer. Hogy megtaláljátok, meg kell fejteni a rejtvényeket. Az első így szól. Ha szereted a zenét, itt megtalálod a helyét. És most indulhat a keresés. Tóti a színpadon lesznek. Jó, ötlet, menjünk. Szerintem Miss Collette irodája lesz az. Nem, koncertet sem fogok adni. És nem lehet Daisy szobája. Ő aztán benne van a zenében. Nem és nem. Nem akarok énekelni, pihenni akarok. Oké, nézzük meg Daisy szobáját, aztán a másikat. Oké, először nézzük meg Daisy-nél. Ne, Miss Collette irodájában. Megvan! Tényleg? Milyen képet vágtatok? Nem igazi, átverés volt. Ez egyáltalán nem vicces, Krisztál. Meg kell nyernünk a díjat. Annyira uncsi. Megtaláltam, igen, végre! Hagyd már abba, Krisztál! Ügyes vagy, Krisztál! Egy már megvan! Győzni fogunk! Hé, van itt egy cetli. Ha kezedben fognád a serleget, keresd, hol a fák kitakarják az eget. Irány az erdő, gyerünk! Biztos a Miss Collette irodája az. Menjünk, meg akarom nyerni a díjat. Én is, ezért kell Daisy szobájába mennünk. Várjatok, ez egy... Ezt nem hiszem el! Ez egy jelly! Micsoda fantázia! Jellyk nem léteznek. Mi az a jelly, amiről beszéltek? Nem viccelek, nem emlékeztek? Még bébi korunkból. Nem, ez nem lehet igaz. Valami nem stimmel, rémültnek tűnik. Mint ha segítséget kérne. Ó,
mágikus átjáró. Persze, én meg fagyivá tudom változtatni a dolgokat, mint bébikoromban. Lányok, az ott egy mágikus átjáró. Hová? Nézzük meg! Várjatok meg! Ez menő. Nézzétek, ezek nem koni magyarói. Ó, ez egy mágikus átjáró. Hát ez hihetetlen. Át kéne mennünk, de hogy? Megvan. Szárnyas szív, engedj át minket a túloldalra. Mi bajod van? Megcsipett egy szúnyog és elkaptál valamit? Nem emlékeztek. Egyet lép ide, egyet lép oda, és már is kinyílik fantasy kapuja. Hűha! Ez hová vezet? Meglátjátok, ezen behaltok. Folytatjuk. Két nagyon különleges rendezvény lesz. A Diákzenei Fesztivál és Robotika Óra a híres tudóssal N. Droiddal. Krisztál, szuperül táncolsz, mint egy igazi profi. Nem akkora ügy. Figyi, Narvival írtunk egy szupi dalt, és holnap előadjuk a tudomány napján. Miért nem csinálsz hozzá valami koreográfiát? Ez egy fantasztikusan jó ötlet, Sák. Most azonnal átküldjük a dalt. Remek, csúcs szuper lesz. Robotika óra. Ez írtó klassz. Annyira szeretnék egy robotkuktát építeni, aki segít a konyhában. Én fodrász robotot szeretnék. Én egy görkoris unikornis robotot. Aha. Ne aggódj, Rim. Te így vagy jó. Nem kell koriznod. Hello, lányok. Mizu. Szia, Krisztál. Arról dumálunk, milyen robotot építenénk holnap robotika órán. Te is jössz? Persze, habár lenne valami más dolgom. Ne már, nem lehet annyira fontos. Ez szupi buli lesz. Jól van, lányok. Holnap akkor robotot építünk. Ne feledd a mikrocsipet. Mi dolgom van ma? Gondolkodj, Krisztál. Ó, üzenet Narvitól. Reméljük tetszik a dal. A dal! Hé, ez nem is rossz! Egy pillanat. Ez a dal olyan, mint... Krisztál, idő van! Indulni kell a robotika órára! Miért nem csinálsz hozzá valami koreográfiát? Ez egy fantasztikusan jó ötlet, Sák! Holnapra ki kell találnom valami koreográfiát! Hogy a fenébe mondjam le a robotika órát! Mi lenne? Van egy ötletem. Ó, már megint egy hazugság. Mennyire rossz. Imádom. Krisztál, merre vagy? Itt vagyok. A mindenit. Szörnyen nézel ki. Jól vagy? Azt hiszem, hogy elkaptam valamit. Olyan rosszul vagyok. Nézzétek, mintha a Jelly burizni akarna. Ne bár, erre most nincs idő. Annyira beteg vagyok. Szólni kell Miss Colletnek. Piros és zöld kiütései vannak? Jaj, ne, az bizony a vadláz tipikus tünete. Mi az a vadláz? Az erdőből származó vadláz nagyon furcsa vírus. Azok, akik elkapják, megőrülnek és fura dolgokat tesznek. Egyszer egy lány felmászott az erdő legmagasabb fenyőjére és egész nap ordított, mint egy farkas. Helikopterrel kellett leszednünk onnan. Kezdődjön a tánc! Hoppá, a szobák arra vannak.
Oké, próba indul. Mi tekerte fel a hangerőt? Nem működik. Mi történt ezzel? Én hangerő mellett lebukom. Hé, ez meg mi? Krisztál szobájából jön. Menjünk. Krisztál, minden rendben? Hát ez... egy perce még teljesen gyenge volt. Mozdulni se bír. Ez fura. Már biztos, hogy elkapta a vadlázat. Jaj, ne! Nem áll le a zene! Krisztál! De jó, hogy itt vagytok. Olyan beteg vagyok. Igen, szegénykém. Biztos lázad van. Aha, tudtam. Nem igazi. Adjunk rá egy kis kakaót. Hogy tehetted ezt, Krisztál? Hazudtál nekünk. Mit mondasz? Nem hallok semmit. Lányok! Azt mondta, hogy egy nagy hazug vagy. Ilyen az utálkozás. Ezzel növelitek az erőmet. Mi történik? Nem tudom. Magától mozog a lábam. Tetszik nektek? Ez a rossz hangulat muzsikája. Krisztál, jól vagy? Igen, ez a vadláz. Jaj, ne! Nézd csak, Miss Collectet, őrült jól nyomja. Mindjárt kimegy a csípője. A jó rezgések gyengítenek. Lássuk, meddig nevettek. Várjunk csak. Rád ez nincs hatással. Jelly, segíts nekünk! Állítsd le a zenét! Na, végre! Szuper! Ne haragudjatok, lányok. Nem akartam robotikára menni, mert ki kellett találnom egy koreográfiát a tudomány napjára. Nem kellett volna hazudnom nektek. Semmi baj, Krisztál, de amúgy... még mindig odaérünk a robotika órára. Holnapra izomlázom, lesz ennyi tálom. Itt vannak. Utálom őket. Már megint ez a nőci. Nőci? Én Shadow vagyok. Tök mindegy. Ha? Minden a te hibád. Kapjuk el, lányok. A barátság ereje. Ne! A fény, ne! Végre vége van. Na, akkor megyünk robotikára? Igen! Irány a robotika! Alig várom, hogy találkozzak androiddal. Állítólag mechanikus karja van, és úgy néz ki, mint egy robot. Hé, Krisztál! Mi van a koreográfiával? Sajnálom, srácok. Majd csak óra után tudom folytatni a próbát. Semmi gond, csak este van a fesztivál. Kíváncsi vagy a végső keverésre? Szuper a ritmusa! Mind elkapták az erdei vadlázat! Én lelépek, mielőtt túl késő! Csípjük el a tolvajt. Ha most megvagy! Rém! Már mindenütt kerestelek! Tessék! Magam sütöttem a főzőtanfolyamon. Teljesen bio. Ízlik mi? Majd hozok még. Nem, Rim, nem jöhetsz velem. Nem láthatnak meg. Vagy Miss Collect kirúg a táborból. Amint tudok, hozzok még sütit. Késő van. Holnap találkozunk. Süti! Tutti frutti! Fini! Jó reggelt! Holnap van a látogatónap. Minden
mindennek tökéletesnek kell lennie. Eszméletlenül finomat csináltam holnapra. Aha. Fontos, hogy az étel friss maradjon. A kantin hűtőszekrényében tároljuk. És ami nagyon fontos, mindig ellenőrizzük a hőmérsékletet, hogy garantáltan tökéletesen friss maradjon az étel. 3, 2, 1... Étkezz egészségesen, hogy erős légy, és a mozgásról se feledkezz meg! Hello, csajok! Nem látátok az almákat? Napok óta egyet se találok. Tényleg, de nem csak az almák hiányoznak, eltűnt néhány frissen sütött muffinom is. Engem meg figyel valaki az ablakon keresztül. Valaki, akinek színes haja van. Ugyan már, miért kémkednének utánad? Szerinted mi más lehet az árnyék az ablakban? Egy barátod? Ó, szóval titkolózol a kis barátaid előtt, ha? Úgy érzem, ez jó móka lesz. Elintézem, hogy kiebrudalják azt a lovat, és te repülsz utána. A muffinjaim! Nem láttátok az epreimet? És az én almáimat? Valaki lopja a dolgainkat! Ugyan, lányok, szerintem csak... Elcsípjük a tolvajt! Nehéz lesz megtalálni a tolvajt. Alkossunk 3 csapatot. Az A csapat az étkezőbe megy, a B csapat a hálószobákhoz, és a C csapat... Ezek mi vagyunk! Őrizzük a kaját! Yeah! Jól van, de ne szúrjátok el! Srácok, én nekem el kell mennem, hogy csapdát állítsak a tolvajnak. Rém! Ó, drágám, el kell bújnod. Mindenki a kajatolvajt keresi, aki tudjuk, hogy te vagy. A csapat utánam. Itt bujkálhat valahol a tolvaj. B csapat, 1000%, hogy arra van a tolvaj. Sajnálom, de csak egy kis időre. Kirakok egy ösvényt almából, hogy azt kövessék a lányok, kis jól eltévedjenek. És találunk neked egy igazán jó búvóhelyet. Gyertek, lányok! Itt kell lennie a tolvajnak. Jaj, ne! Már is itt vannak! Hé, nézzétek! Almacsutkák! Gyerünk, lányok! A tolvaj bizonyára bent van, menjünk! Nem találhatnak itt! Csak szeretnéd? Nagyon sötét van itt. A nyomok oda vezetnek. Ott kell lennie a tolvajnak. De oda mi nem mehetünk. Nem szabad. Pedig biztos oda bent van. Gyertek, bemegyünk. Segítsetek! Jaj, nem, mindjárt bejönnek. Csinálunk kell valamit. Nyomjátok, lányok! Dreamy! Legyen sötétség! Szuper, elment az áram! Dreamy, te vagy a tolvaj, te loptad el az almákat! És a muffinjaimat! Nem én voltam, de megmagyarázom! Egy pillanat, ha nincs világítás, nincs áram, és... A hűtő sem működik! Meg fog romlani az étel! Ez borzalmas, nem lehet! Lassan a testtel! Hadd nézzem! Mi történik? A generátor nem romlott el, csak lekapcsolták! Igen, megfejtettük! De ki babrálta meg a generátort? Nagyon jó kérdés! Ki? Rím? Tényleg te vagy? Néha! Nagyra nettél! Mit keresel itt? Ezért vittem el az almákat, hogy Rímnek adjam. De a többiről nem tudok. Ne utáljatok! Miért nem mondtad el, hogy Rimi itt van? Azt hittem, visszaküldenétek, így inkább elrejtettem. De Dreamy, Rim cuki, miért ne lehetnétek ti ketten együtt? Tényleg, lányok? Persze! Imádlak! Gyere, Rim, segíts felállítani! Igen, ez az! Megcsináltuk! Sötétség fogja uralni a tábort, és semmit sem tehettek! Megint te! Az a ló nem köp a levesembe!
Egy unikorn is, a legerősebb és a legszebb, és hatalmas az étvágya. Rin itt marad velünk, mert a barátunk, ez a barátság ereje. Tuti, hogy Shadow lopta el az összes cuccunkat. Ne haragudj, Dreamy. Ugyan semmi baj. De ne feledd, jól el kell rejtenünk. Miss Collect nem tudhatja meg, hogy a táborban van. A látogató kajája. Nagyon fincsi volt. A kaja biztonságban van, a pocakunkban. Nézd, újra működik. Vajon kikapunk, amiért mindent megettünk? Nem. Figyelem, diákok, remélem minden készen áll, mert 15 perc és érkeznek a látogatók. Jaj, ne! Részben. Ma délután remek játékokkal várlak benneteket. A győztesek különleges díjat kapnak. Az ott egy mágikus átjáró. Visszatérés Magic Tears-be. Na, hol vagyunk? Én már jártam itt. Én is. Nagyon ismerős, de akkor sokkal színesebb volt, nem? Pont mint a rémálmomban. Ezért kért segítséget a Jelly. Hé, ez volt a házam. Hű. Ez pedig az enyém volt. Mennyi mindent csináltunk bébikorunkban. Most már visszamehetünk? Ez annyira uncsi. Igen, itt voltunk bébikorunkban. Na és akkor már nem vagyunk bébik, tűnjünk innen. Igazad van, Krisztál, már nem olyan, mint régen. És mi sem. Már látom, mind megváltoztunk. Keressük meg Connie-ékat és menjünk vissza. Igazad van, és mi állunk nyerésre a versenyben. Vagy lehet, hogy másodikok vagyunk. Ha? Várjatok, nézzétek! Kövessük Connie mogyoró ösvényét, gyerünk! Connie! 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 Connie, itt vagyunk! Tényleg te vagy az? Lulu! Nila! Snowy! Annyira hiányoztál, Snowy! Most már mindenre emlékszem. Magic Tears-ben laktunk. Mennyire rég láttalak! Én nem messze laktam. Egy menő igluban, amit hó vett körül. És snowboardoztam, mint most is. Én Tutti Frutti Öbölben laktam. Később beugorhatnánk egy Cryjuice-ra. Igen, az nagyon fincsi volt. Emlékszel? És mind barátok voltunk. Stella egyszer megcsókolt a Narvit. Ugyan, ki emlékszik már erre? Na, tényleg? Egy nyaklánc nekem? Ne veszek egyetek. Semmi baj, Lulu. A szándéka fontos. Valójában hiányzott ez nekem. Nekem is. Hagyd abba, Rim, nem vagyok én fagylalt. Ha? Mi történik itt? Miért térnek vissza a színek Magic Tears világába? Ez nem lehet! Ez nem lehet! Most komolyan, nincs térerő! Mihez kezdjek a telom nélkül? Azt mondtad, eleged van a telefonálásból, és ki akarsz kapcsolni? Igen, kikapcsolni, de nem elvágni magam mindentől. Egy csomó fontos dolgot el kell intéznem. Szerintem vissza kéne mennünk, és megnyerni a fődíjat. Mi fogunk nyerni? Nekünk egyel több zászlónk van. Csak egyel? Még nincs lejátszva. Szeretnék elmenni Tutti Frutti Öbölbe, de talán vissza kéne mennünk, vagy nem fogunk nyerni. De még nem mehetünk el. Vissza kell hoznunk valahogy a színeket. Kit érdekel az az uncsi verseny? Magic Tearsnek szüksége van ránk. De mi már nem vagyunk bébik. Akkor döntsük el felnőtteként. Szavazzunk. Okay. Igen. Igen. Tegye fel a kezét, aki menni akar. Egy, kettő, öt. Most azt tegye fel, aki maradni akar. Egy, kettő, négy. Mit mond Lala? Nem tudom. Lala, nem azért, de a te szavazatod dönt. Akarod, hogy maradjunk? De vissza is jöhetünk, miután megnyertük a díjat. Hát, azt hiszem, már szinte felnőttek vagyunk.
Nem akarom, hogy hazaküldjenek, és biztosan tilos elhagynunk a tábort. 6-4 ellen! Visszamegyünk a táborba! De én nem akarom! Nem tetszik az eredmény! Igazságos, aztán meg talán visszajöhetünk kicsit később. Mi volt ez? Rim, hová tűnt mindenki? Ez nagyon furcsa. Semmiség, csak a szél. Gyerünk, menjünk vissza. Ez nem a szél. Ez nevetés, pont mint a rémálmomban. Szárnyas szív, engedj át a túloldalra! Várjatok! Ne, ez nem a tábor! Hogy a fenébe jutunk ki innen? Úgy emlékszem, van itt egy távcső. Azzal kiszúrhatunk egy másik kaput. Induljunk! Nem férünk itt el. Jaj, ne! Minden világ kifakult. Tényleg? Hadd nézzem, tutti frutti abból is. Ez borzalmas, tennünk kell valamit. Nem, vissza kell mennünk, mielőtt ez ránk is átragad. És hogy megyünk vissza, Zsenikém? Oké, csak nyugalom. Megérintitek a kristályt. A negatív energiát pozitívra váltja. Lássuk, van-e még kapu. Előbb hadd nézzem meg, maradt-e még színes része a világnak. Ne lögdös! Te ne lögdös! Én voltam. Ahogy én sem. Hé, ne rángott a távcsövet. Nem rángatom. De igen, érzem. Ahol, az ott a vattacukor erdő. Jenna! Ne! Segítenünk kell neki. De hogyan? Hát persze. A fenteziknek vannak képességei. Én át tudok változtatni dolgokat, vagy ivá! Tessék, Phoebe, egy különlegesség neked! És egy Jennának! Hű, hát ez meg micsoda? Hűha, mennyi minden! Köszi, Snowy! Phoebe! Azt hittem, elvesztek ezek a kövek! Olyan szépek! Wow! Egy kristály fantasy hegyről! Köszönöm, Betty! Fincsinek tűnnek! Annyira imádom Tutti Frutti öbölt! Ó, ez csodás, Lulu! Már nagyon kellett! Emlékeztek, milyen volt régen? Ez volt a legcsodálatosabb hely! A legcsodálatosabb Tutti Frutti öböl volt! A Hunzu Jellykkel! Annyira hiányoznak. Mindig vidámak. Igen, de amelyiket az erdőben láttuk, úgy tűnt, hogy fél. Miatta vagyunk itt. Mindig felvidítottak. Ez a világ olyan különleges. Minden volt. Gyönyörű volt és csodás illatú. Hogy feledhettem el? Legjobb barátok voltunk. Persze, hogy azok. Jó van, Rímes sziklandoz. Lehet, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy gondoltam. De nem győztök le! Jó ideje nem láttam a lányokat. Elbújtak? Hol vagyunk? Ez a nevetés, pont mint a rémálmomban. Hogy feledhettem el? Legjobb barátok voltunk. Miért térnek vissza a színek Magic Tears világába? Best friends forever. Annyira jól érzem magam veletek, lányok. Igen, én is, de vissza kellene mennünk. Túl sok előnyt kapnak a fiúk a versenyben. A fiúk mi? Különösen Narvi, ugye? Az összes fiú, Krisztál. Miért nem nézzük meg Magic Tears összes világát? Talán rájövünk, hogy mi történik. Nem gyalogolok. Az én híres lábaim elfáradtak. Jaj, ne már. Milyen világban él ez a Daisy? Hé, megnyertük a szavazást. Higgyétek el, vissza kell mennünk a táborba, vagy hatalmas bajban leszünk. Dreamy, nézd már körbe. Szerinted itt nincs semmi baj? Minden elszürkült. Nyilvánvaló, hogy valami szörnyűség történik a világban. Nem megyünk vissza, míg helyre nem hozzuk. Igen, így van. Hiába nem erre szavaztunk. Hát... Már megint?
Ez a nevetés az álmomból. Milyen álmodból? Volt egy rémálmom, és abban ezt a nevetést hallottam. Én nem szeretném tudni, hogy ki csinálja ezt. Indulunk végre! Ha megtaláljuk a kuzinom Tina kristálygömbjét, ki tudom deríteni, mi történik, és hogyan jutunk haza. Igen! Menjünk! Tina házához! Keressük a kristálygömböt! Én itt megvárlak! Nem, te is velünk jössz! Csúcs ez a repülés, imádom! Akkor keressük! Nézzétek, itt van a gyémánt, Cumi. Bébikorunkban volt, hogy ezt napokig kerestük. Tökéletes medál lesz! Hé! Én a csoki nyakit kedvelem, tökéletes egy kalappal. Megtaláltam, kapd el, Vibi! Varázslatos kristálygömb, mutasd, mi a tényállás. Még ha kell is hozzá egy kézenállás. Hát, azt hiszem tényleg kell a kézenállás. Igazad van. Most már látok valamit. Egy hatalmas almát. Egy almát? Hol vannak itt almák? Tutti frutti öbölben. Menjünk! De merre is? Nézzétek, Milát! Kövessük! Hűha, nem is emlékeztem, hogy ez ilyen... ilyen... Büdi! Ennyire nyomasztó! Ez borzalmas! Nézd, ott van egy csomó jelly! Szomorúnak tűnnek! Vigyél közelebb, még egy kicsit közelebb! De ennyire! Jenna, lassíts kicsit! Bocsánat! Ez annyira undorító! Ez valamikor alma lehetett. Képtelenség itt bármit is találni. Itt meg mi történt? A málnató megsavanyodott. Emlékeztek, amikor ki kellett mentenünk, Melt? Majdnem kiittuk a tavat. Annyira fincsi volt. Nem úgy, mint most. És emlékeztek, amikor a jellik beszöktek a gyárba? Teljes katasztrófa volt. De jó buli volt együtt helyrehozni. Hányok ettől a baráti csöpögéstől? Hamarosan nem fogtok nevetgélni. Azt hiszem, kicsit túlnyafogtam. Sajnálom. Barátok vagyunk. Aha, de előbb leviszlek a partra, hogy kicsit meg tudj mosakodni. Oké. Meg kell találnunk az almát, amit a kristálygömbben láttunk. Leszakad a lábam. Feladom. Az alma! Tocskirim! Hol van Jenna? Le kell repülnie érte. Arra nincs idő! Gyorsan, alkossunk élőláncot! Csak még egy kicsit! Gyerünk, mindannyian együtt! Kitartás, lányok! Majdnem elérem! Ne vár! Háromra! Egy, kettő, három! Megvan! Ne! Köszönöm, hogy megmentetted, Jenna! Istennek semmi bajod! Köszönöm, lányok! Nyakláncok! És minden egyforma! Wow, imádom! Nagyon szuper! Best friends forever! Ez már tutti frutti öböl! Visszajöttek a színek, és fincsi illat van! Te meg mit akarsz? Jön! Nézd! Jól van! Végre haza mehetünk! Persze! Újra barátként csapatban kell dolgoznunk, mint amikor bébik voltunk! Best friends forever! De még mindig ott van az a furcsa nevetés. Kit érdekel? Visszajöttek a színek, és végre hazamegyünk. Annyira fogsz hiányozni. De elmegyünk, hogy felnőhessünk. Nem lehetünk örökké bébik. De még találkozunk, Snowy. Gyerünk, meg kell nyernünk a versenyt és a fődíjat. De mielőtt elindulunk, egy röppenés. Sziasztok! Sziasztok, még találkozunk. Szólj, ha bármi furcsa történik. Bár csak velem jöhetnél, Rim. Még korán sincs vége. Várjunk csak nem egy... Semmi. Szia, Rim, már most hiányzol. Szintelen, sötét és szomorú helyé változtatom a tábort.
Rim? Rim? Hűha! Elképesztő vagy! Mit keresel itt? Rimi, fuss! Gyorsan, vagy a fiúk nyernek! Ha bárki meglátja, hogy itt vagy, azonnal visszaküldenek! Nyomás, bújj el valahova! Gyerünk, késtetek! De nincs futás! Egy, kettő, három zászló! Megvannak a győztesek! A különleges díjat a fiúk kapják! Nem sikerült. De csak egy zászlónk ne volt. Ne szomorkodj, újra egymásra találtunk. Igen, öribarik. Vigasz díjjal is készültem. Egyetek tortát. Egy sminkészlet. Ez a különleges nyeremény. Hát, nekem tetszik. Nekem nem. Hé, hey, az nekünk jár. Igen? Akkor tessék. A barátságoknak.